Kevesebb a munkanélküli. Májushoz képest csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. Egyre több a kukoricafajta, összesen 32 ezer hektáron, átlagosan 5-600 ezer tonnát termelnek hazánkban. Érdemes figyelni, csak bejegyzett utazási irodánál foglaljunk, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Májushoz képest csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Júniusban 31.581 álláskereső szerepelt a munkaügyi nyilvántartásban. Számuk 2%-kal 643 fővel kevesebb a májusi adatokhoz képest, közölte a megyei kormányhivatal szerkesztőségünkkel. A munkát keresők számára összesen több mint 8000 állás lehetőség adódott a megyében. A kormányhivatal által közölt statisztikai adatok szerint 2017 első negyedévében a megye több mint 431 ezer fős, 15-74 év közötti népességéből 261 ezeren voltak gazdaságilag aktívak. Ez 3,4%-kal haladja meg a 2016 első negyedévének adatát. Az idei év első három hónapjában a megye népességéből több mint 237 ezer főt foglalkoztattak, számuk 18.600-al nőtt 2016 hasonló időszakához képest. Az álláskeresők 27%-a a megyeszékhely körzetében koncentrálódott, 55%-uk legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezett. A tartósan nyilvántartásban lévők 6607-en voltak júniusban, létszámuk az egy évvel korábbihoz képest 7,1%-kal csökkent. Júniusban egyébként összesen 4400-an, az egy évvel korábbihoz képest 11,4%-kal kevesebben kerültek be a foglalkoztatási szolgálat megyei nyilvántartásába. Az országoshoz képest azt kell mondanom, hogy a számok bár nem olyan kecsegtetőek, de mégis azt kell mondanom, hogy folyamatosan javuló tendencia van Szabolcs-Szatmár-Berek megyében is. Az országos átlag egyébként 4,5% a munkanélküliségi ráta tekintetében, nálunk ez 9,3%. Viszont azért, hogy jó híreket is mondjak, ez egy folyamatosan csökkenő szám, hiszen volt ez már bőven 15% felett is. A munkanélküliség enyhítésére és a foglalkoztatás élénkítésére indultak el az úgynevezett foglalkoztatási paktumok. Márciusban a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei önkormányzat vezetésével megalakult paktumszervezet egy uniós pályázat keretében több mint 2,5 milliárd forintot fordíthat a megye foglalkoztatási helyzetének javítására 2021-ig. A program elsősorban a munkanélküliek elhelyezkedését és képzését támogat. Éppen ezért tartja fontosnak a kormányhivatal is minden eszközzel segíteni azt, hogy itt folyamatosan szakképzésekkel, illetve más egyéb képzési formákkal tudjunk segíteni, mind a munkáltatóknak, mind pedig a munkavállalóknak. Tudni kell azt is egyébként, hogy nagyon sok program indult el, mind a TOB-ban, mind a GINOB-ban, sőt, most már azt kell mondanom, hogy a paktum megállapodásokkal kapcsolatban is, hogy ez megjelent megyei szinten, megyei jogúváros szintjén, illetve kistérségi szinteken is, és én úgy gondolom, hogy itt a munkavállalók, illetve a munkáltatók is nagyon aktív szerepet vállaltak a konzorciumi partnerek mellett. Azt is látni kell egyébként, hogy a megyében jelen pillanatban 8000 üres álláshely van, és ennek megfelelően próbálunk képezni és keresni munkavállalókat, hogy be tudjuk ezeket az álláshelyeket tölteni. A júniusi megyei munkanélküliségi adatok szerint pénzbeli ellátásra az álláskeresők 52%-a volt jogosult, jelentős részük szociális, kisebb hányaduk álláskeresési támogatást kapott. A nyilvántartásban 5170 pályakezdő fiatal szerepelt, ők a teljes álláskeresői létszám 16,4%-át adták, közülük 102-en rendelkeztek felsőfokú végzettséggel. Európában az első helyen állunk, világviszonylatban pedig a harmadik legnagyobb kukoricatermőterülettel rendelkezik Magyarország. Összesen 32 ezer hektáron átlagosan 5-600 ezer tonnát termelnek hazánkban. A folyamatos kísérleteknek köszönhetően a gazdák ma már 47 fajta kukorica vetőmagból válogathatnak. A nagy meleg ellenére is megtelt vendégekkel a gyulatanyai fajta kísérleti állomás. Ez alkalommal a csemege kukorica volt a konferencia témája. Magyarországon és a világon is fontos növénynek számít. Élelmiszer, takarmány és az ipar szempontjából is. Hazánk klimatikus adottságai és a feldolgozó ipari háttér is lehetővé teszi, hogy több tízezer hektáron termesszék. Idén is nagy hozamú és jó minőségű terméssel számolnak.
A mai bemutató 8 fajta kukorica kerül bemutatásra, 4 szuperédes, illetve 4 hagyományos. Ennek a bemutatónak az a nagy jelentősége, hogy azt tudni kell, hogy az EU-ba Magyarország meghatározó szerepet játszik a csemege kukorica termesztésbe, mivel 32 ezer hektáron termeltünk Magyarországon csemege kukoricát, második Franciaország 20 ezer hektárral, harmadik Lengyelország 7 ezer hektárral. Sajnos az idei időjárás az elmúlt hetekben nem nagyon kedvezett a csemege kukoricának, mivel ez a 36, 37, 38 fok, tehát az érést ezt nagyon összehozza, begyorsítja. Világviszonylatban is nagy a jelentősége Magyarországnak. Amerika és Tájföld után hazánk a harmadik legnagyobb csemege kukorica termőterülettel rendelkezik. A termesztés egyre inkább a szuperédes fajták felé kezd elmozdulni, arányait tekintve 70-30%-ban. Termés átlaga ezeknek a fajtáknak is hasonló, édesebb íze miatt kedvelik és keresik ezeket többen. A 32 ezer hektáros termőterületből Szabolcs-Tatmár-Bereg megyében mintegy 4 ezer hektáron foglalkoznak a gazdák a növénnyel. Országos szinten évente körülbelül 5-600 ezer tonna a termés átlag. A fajta kísérleti állomásokon az új fajtákat tesztelik. Jelenleg 47 kukoricavetőma közül választhatnak a gazdák. Beazonosító vizsgálatot végzünk 2 éven keresztül, de gyakorlatilag a összes magyar élete külföldi fajta bejelentés is a NÉBIC-hez fut be. Ezen a fajta kísérleti állomásokon, többek között a gyulatanyi állomáson is elvégezzük ezeket a fajta kísérleteket, ahol azt szűrjük, hogy a fajta mennyivel tud többet adni, mint az előzőben használt fajták. Semmeg a kukoricán nagyon fontos az, hogy nagyon édes legyen a maga a fajta, tehát a terméséből, a termés az édes, illetve az, hogy betegségekkel szemben ellenálló legyen, hiszen ez a fogyasztók asztalára kerül, úgyhogy azzal jelünk hozzá, hogy a fajta kísérleteket lefolytatjuk, a kísérletek eredmény alapján minősítjük ezeket a fajtákat, tehát az állami elismert húzsának köztermesztésbe kerülnek. A Magyarországon megtermelt mennyiség 2/3-át a konzervipar használja fel, és 95%-ban exportra termelnek a gazdák. A konferencián a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. Ha csemege kukoricáról beszélünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország egy nagy hatalom a csemege kukorica termesztésben. Igaz, hogy a megtermelt mennyiségnek a nagy része az Európába vándorol, különböző feldolgozott termékek formájában, és mindössze 5% az, ami Magyarországon a belföldi piacon hasznosul, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon kimagasló eredményeket ért el már Magyarország ennek a növénynek a termesztésében. Magyarországon már 125 éve foglalkoznak növénykísérletezéssel. Ennek egyik fontos pontja a gyulatanyai állomás. Ez azért is fontos, mert az objektív és megbízható vizsgálati rendszer lehetővé teszi minél több gyümölcs és zöldségfajta termesztését. Csak bejegyzett utazási irodánál foglaljunk, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. A szakmai szervezet szerint szigorítani kellene az utazás szervező cégek működésének ellenőrzését is, azért, hogy ne forduljon elő az, hogy utazási csomagok részeit szétbontva értékesítik. Az utasok a fővárosi kormányhivatal online felületén tudják ellenőrizni, hogy be van-e jegyezve az utazás közvetítő. Az idegenforgalmi szezon kellős közepén vagyunk, ez látszik ebben a nyíregyházi utazási irodában is, ahol csúcson van a foglalások száma. Sokan utaznak augusztusban, de vannak, akik már utószezonra keresnek ajánlatot. Nekik sem mindegy, hol foglalnak. Mostanában elég gyakran bejönnek ugye az irodába, hogy megkérdezik, hogy biztos-e ez az iroda, akár ránk is vonatkozólag, vagy azt is megkérdezik, hogy ha kiutaznak, akkor visszahozzuk-e. Sőt, már találkoztunk ilyen utassal is, aki már annyira felvilágosult, hogy megkérdezte, hogy csomagot fogunk neki eladni. Ugyanis egy utazási irodánál nem biztos, hogy az iroda saját útját adja el, több száz túroperátor útját értékesítik az irodák. Az ügyfél mindig azzal köt szerződést, aki eladja a nyaralást. Mondok egy példát név nélkül, hogyha egy A utazási irodának veszi meg az útját egy bármilyen irodában, akkor annak az A utazási irodának az utazási szerződését kell neki aláírni, nem pedig annak az irodáit, ahova bemegy. Tehát ezért nagyon fontos ez, hogy mindig aki szervezi, a szervező, hiszen a szervező vállal kockázatot, a szervezőnek megvan a vagyoni biztosítéka, hogy azzal, aki szervezi az utat, azzal kösse meg az utas a szerződést, nem pedig azzal, aki értékesíti neki ezt az utat. Ezt
hangsúlyozza a Magyar Utazási Irodák Szövetsége is. A szakmai szervezet szigorítaná a legális utazási irodák működésének ellenőrzési rendszerét. Mint ismeretes, nemrég volt olyan utazásközvetítő cég, amely az utazási csomag részeit jogellenesen elemekre bontva értékesítette. Az utasok Törökországban rekedtek, és teljes mértékben kártalanításuk nem történt meg. A szervezet azt hangsúlyozza, utazás előtt ellenőrizni kell, kinél foglalunk. Azt szoktam javasolni, hogy egyrésztről a Budapest Főváros Kormányhivatalának a weboldalán megtalálhatóak a nyilvántartásba vett jogszerűen működő vállalkozások. Ugyancsak szoktam javasolni, hogy az utazók menjenek fel a MUISZ-nak a weboldalára, muisz.com, ugye a Magyar Utazási Irodák Szövetségének a weboldalára, ott ugyancsak tudnak tájékozódni a MUISZ tag utazási irodákról. Az utazásszervezők felhívják arra is a figyelmet, hogy még mindig kevesen kötnek utasbiztosítást, pedig ezen nem érdemes spórolni. Torlódásra számíthatnak az autósok a 38-as főúton még pénteken és hétfőn is. Nyírtelek és Virányos között útfelújítási munkálatok zajlanak, amelyet Gyulatanya és Görögszállás között folytatnak a jövő hét elején. Az aszfaltozási munkálatok után a burkolati jeleket is újra festik majd. A nyári forróságban jelentősen nő a szabadtéri tűzesetek kockázata. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszki Tamás együttese Dragoner és Csillus góljával 2-0-ra nyert Budafokon. A Spari vasárnap a Budaörsöt fogadja. 10 női, 8 férfi és 5 utánpótlás csapattal indulnak majd el a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda bajnokságok. A megyei szövetség felszereléssel ismét támogatja majd a csapatokat, és megrendezik a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát is. A nyári forróságban jelentősen nő a szabadtéri tűzesetek kockázata. Június 20-a óta tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország egész területén. Ennek ellenére a megyében a korábbi évekhez képest több esetben riasztották a tűzoltókat gondatlanságból okozott szabadtéri tűzekhez. Lángoló avar toltanak a tűzoltók. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében ebben az évben eddig 571 szabadtéri tűzesethez vonultak ki a katasztrófa védelem emberei. Ez jelentős növekedés jelent az elmúlt évek hasonló időszakát tekintve. A kánikulában pedig még nagyobb az esélye annak, hogy a száraz avar könnyedén lángra kapjon. Tartós szárazság esetén egy zivatar után akár már néhány órával ismét meg tud gyulladni a növényzet, sőt a kisebb eső sokszor el sem jut az erdő talajszintjére. Ilyenkor nyár végéhez közeledve megnő újra a szabadtéri tűzesetek száma úgy, hogy veszti el a vegetáció nedvesség tartalmát. A mostani hőhullám nyilván erre komolyan rájátszik, tehát nagy mennyiségben csökken a vegetáció nedvesség tartalma, és ezáltal könnyebben meggyullad a száraz fű, a szabadtéri növényzet. Június 20-ától egész Magyarországon tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében, még a tűzrakó helyeken is. A nyári munkák során a kertben felhalmozott kerti hulladék égetését is el kell halasztani most. A tűzgyújtási tilalom alatt ez is tilos. Bizonyos esetekben ugyan adhat felmentést a helyi önkormányzat, az égetés feltételeit és lehetőségeit ilyenkor rendelet szabályozza. A kerti sütögetésről bográcsozásra azonban senkinek nem kell lemondania, de a kellő odafigyelés és a tűzvédelmi szabályok betartása itt is elengedhetetlen. Alapvető, hogy egy pillanatra sem lehet magára hagyni a tüzet, illetve a még ki nem hűlt parazsat és hamut. De arra is ügyelni kell, hogy ha feltámad a szél, akkor el kell oltani a tüzet. Természetesen arra is gondoskodni kell, hogy oltóanyag és megfelelő szerszám is legyen a közelben, hogy a lángokat veszély esetén gyorsan meg lehessen fékezni. A szabadtéri tűzesetek legnagyobb része könnyen megelőzhető lenne. 99%-ukat emberi hanyagság okozza. Aki megsérti a tűzgyújtási tilalmat, és emiatt a tűzoltóknak kell eloltaniuk a szabálytalanul keletkezett tüzet, az jelentős anyagi kiadásra is számolhat. Ugyanis nem csak a kártérítést kell megfizetnie, hanem tűzvédelmi bírsággal is sújtható, ami 20 ezertől egészen 3 millió forintig terjedhet.
Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Lucsánszky Tamás együttese Dragoner és Csillus góljával 2-0-ra nyert Budafokon. A Spari vasárnap a Budaörset fogadja. Egy újonc otthonában kezdeni a szezont nem tartozik az edzők álmai közé, Lucsánszky Tamás is tartott a nyíregyháziak budafoki vendégjátékától. Természetesen 3 pontért utazott a fővárosba a Spari, és végül be is gyűjtötte azokat a bajnokság egyik esélyesének tartott nyíregyházi gárda. Az első fél óra végén Dragoner szerezte meg a vezetést, majd az 53. percben Csillus állította be a végeredményt. 80 percen keresztül kontrolláltuk a mérkőzést, helyenként jól látványos dolgokat csináltunk. Az utolsó 10 perc az kicsúszott a kontrollról, és ott voltak problémáink. Remélem, hogy tanultunk belőle, és annak különösen örülök, hogy nem került esetleg pontokba. A csapatkapitány Rudolf Gergely elégedett volt a mutatott játékkal, de mint mondta, akkor lesz igazán értéke a sikernek, ha vasárnap legyőzik a Budaörsöt. Fontos lehet, főleg itthon hazai közönség előtt első mérkőzés ebben a bajnokságban, úgyhogy nagyon szívjuk magunkat, és nagyon szeretnénk szép futballal itthon tartani a 3 pontot. Nem tudom, hogy mennyire lesz erre alkalmas majd a pálya, hogy szép focit játszunk. Úgyhogy én bízom a csapatban, gondolom jól dolgoztunk a héten a nagy meleg ellenére, de ez nem okozhat gondot, vagy nem lehet kifogás a hétvégén majd ez az időjárás, úgyhogy már nagyon várom a vasárnapi fordulót, és azt, hogy nyerjünk és gólokat szerezzünk. A forduló további párosítása a következő: Gyirmut Zalaegerszeg, MTK Budapest Cegléd, Mosonmagyaróvár Siófok, Sopron Csákvár, Grosics Akadémia Békés Csaba, Kazincbarcika Vác, Soroksár Szolnok, Dorog Budafok és Győr Kisvárda. 10 női, 8 férfi és 5 utánpótlás csapattal indulnak majd el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda bajnokságok. A megyei szövetség felszereléssel ismét támogatja majd a csapatokat, és megrendezik a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát is. A magasabb osztályban szereplő kézilabda csapatok már elkezdték a felkészülést, és augusztus 2. hetétől már a megyei bajnokságban érdekelt együttesek is edzésbe állnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szövetség igyekszik mindent megtenni azért, hogy ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint nőjön a csapatok száma. Az elmúlt szezonhoz képest egyel több gárda vág majd neki a 2017-2018-as bajnokságnak. Nagyon sikeres évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen sikerült a megyei bajnokságot olyan színvonalon megvalósítani, hogy ezt szerettük volna, sikerült a csapatokat támogatni, hiszen egy-egy garnitúra ezt minden bajnokságban szereplő csapatnak tudtunk adni. Ezt reméljük, hogy a jövőben is meg fogjuk tudni tenni majd. Az előttünk álló időszakban a bajnokságok létszáma az ugyanazzal a létszámmal menni fog tovább, illetve a női bajnokságban, a női megyei bajnokságban a Káló sem jön új belépőként. Reméljük, hogy majd tovább tudja színesíteni az eddig is nagyon érdekes mezőnyt. Tehát lesz egy női bajnokság, megyei bajnokság, egy férfi bajnokság, illetve lesz egy utánpótlás bajnokságunk ebben az előttünk álló szezonban. Az MB2 északkeleti csoportjának a női bajnokságát, illetve az utánpótlás bajnokságát is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség fogja szervezni, így a megyei csapatok, a Kölcsey Díjase, illetve a Vitkelse, illetve az utánpótlás bajnokságot megnyert Máté Szalkai csapat is ott lesz ebben a MB2-es mezőnyben, úgyhogy rájuk külön büszkék vagyunk. A szövetség több olyan programot is elindított az elmúlt évben, amelyek a sporták bázisának szélesítését és az utánpótlás nevelést szolgálják. Szeretnénk megvalósítani azokat a programokat, amelyekre eddig már nagy hangsúlyt fektettünk. Mind a játékvesztői képzésre szeretnénk energiát fordítani, tehát azok a tanfolyamok, illetve alapfokú játékvesztői képzések mindenképpen működni fognak, illetve az utánpótlás játékvesztői képzést is folytatni fogjuk. Szeretnénk megvalósítani majd jövő év elején a Junior Kupát, amely egy nemzetközi torna, amely azt hiszem, hogy már méltán örvend nagy népszerűségnek, illetve lesznek olyan országos diákolimpiai döntők, és reméljük, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lesz olyan országos diákolimpiai döntőről, a kézilabda ismét nagy és jelentős szerepet kap majd, természetesen ott is bekapcsolódik majd a kézilabda szövetség. A megyei férfi, női és utánpótlás bajnokságokban szeptember közepén indul majd útjára a labda. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Májushoz képest csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Júniusban 31.581 álláskereső szerepelt a munkaügyi nyilvántartásban. Számuk 2%-kal, 643 fővel kevesebb a májusi adatokhoz képest, közölte a megyei kormányhivatal a Kölcsei Televízióval. A munkát keresők számára összesen több mint 8000 állás lehetőség adódott a megyében. Európában az első helyen állunk, világviszonylatban pedig a harmadik legnagyobb kukoricatermőterülettel rendelkezik Magyarország. Összesen 32.000 hektáron átlagosan 5-600.000 tonnát termelnek hazánkban. A folyamatos kísérleteknek köszönhetően a gazdák ma már 47 fajta kukoricavetőmagból válogathatnak. Csak bejegyzett utazási irodánál foglaljunk, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. A szakmai szervezet szerint szigorítani kellene az utazás szervező cégek működésének ellenőrzését is, azért, hogy ne forduljon elő az, hogy utazási csomagok részeit szétbontva értékesítik. Az utasok a fővárosi kormányhivatal online felületén tudják ellenőrizni, hogy be van-e jegyezve az utazás közvetítő. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 3-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap tovább fokozódik a hőség, megyénkben is harmadfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben. Egyelőre tőlünk északnyugatra helyezkedik el az a frontrendszer, melynek hideg frontja véget vet majd a forróságnak, de a front előterében még igen meleg, száraz légtömegek érkeznek fölénk a magasban. Az éjjeli órákban gyengén felhős idő várható csapadék nélkül, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 21 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható. Kis valószínűséggel egy-egy zápor is előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, délutánra 37 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is sok napsütésben lesz részünk, de szombaton már helyenként, vasárnap és hétfőn pedig több felé várhatók záporok, zivatarok, egy hazánk felett áthaladó hidegfront hatására. Hétfőre átmenetileg megszűnik a forróság. A folytatásban kedden ismét melegebb időnk lesz, de a szerdán záporok, zivatarok kíséretében érkező újabb hidegfront már tartósabban csökkenti a nagy meleget.